Szombaton útnak indultunk a soron következő túra helyszínünkre, ahová meg is érkeztünk bő másfél órás autózás után. Itt vagyunk Kisapátinál, a temető mellett, és elindultunk megmászni a Szent György hegyet, ami ott van fenn. És ott egy zöld úton kell majd fölfelé mennünk egyébként. De ez kisebb. 300 méteres szintkülönbség, hidd el. Kisebb ez, mint hidd el, vicces lesz. Kisebb, mint az van volt. Parkolóból két úton lehet elindulni. A zöldjelzéssel ellátott ösvényen, amely meredeken kaptat felfelé, vagy egy lankásabb, ám de hosszabb úton, amely a hétvégi házak között kanyarog. Több mint fél órás gyaloglás után eljutunk a Kán Károly kulcsos házig. Elsősorban bakancsos turisták veszik igénybe a komfort hiánya miatt, ugyanis a házban nincsen vezetékes víz. A szobák hatszemélyesek, az ágyakon matrac és lepedő van csak. A vendégek az épülethez később hozzáépített konyhát tudják használni. Tiszta vizet a főzéshez és mosakodáshoz, valamint tűzifát a hidegebb napokra az önkormányzat biztosít. Ezek után felmerül a kérdés, hogy ki is volt az a Kán Károly. Nos, Kán Károly 1867-ben született, magyar erőmérnök, gazdaságpolitikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Nevéhez fűződik a magyarországi erdőgazdálkodás újjászervezése, az Alföld fásítási programja és a korszerű állami természetvédelem megszületése. Tiszteletére az Országos Erdészeti Egyesület 1984-ben Kán Károly emlékérmet alapított, amelyet az erdőgazdálkodásban és természetvédelemben kiemelkedő munkásságú személyeket jutalmazzák meg. Nevét viseli Nagyhárshegyen a Kán Károly kilátó, a Szentgyörgyhegyen található Kán Károly turistaház, és a Visegrádi hegységben a Kán Károly forrás. A kulcsos háztól egy meredek kaptatón érkezünk a kőkapuhoz, ahol egy mesterségesen kialakított lépcsősoron kell felküzdeni magunkat a bazaltorgonák lábához. A bazaltorgonákat látva felmerül bennünk a kérdés, hogy hogyan és mikor keletkeztek. A különös megjelenésű bazaltoszlopok a Tapolcai medence vulkanizmusának köszönhetik a létüket. Körülbelül 3,3 millió évvel ezelőtt a Tapolcai medencében erőteljes vulkanikus tevékenység volt. A viszonylag kis mélységből érkező bazaltláva magas hőmérsékleténél és összetételénél fogva is nagyon folyékony, ezért a felszínen szétterül. A korábbi vulkanikusság folyamán épült kőzeltáblában létrejövő lávató kihűlve bazaltá szilárdult, és a későbbiekben, mivel a bazalt igen ellenálló kőzet, védősapkaként áll ellen az eróziónak. Az évmilliók során az erózió a puhább kőzeteket elpusztította, így kerültek felszínre a bazaltorgonák.
túránk utolsó pontjaként elérkeztünk a Szentgyörgyhegyi jégbarlanghoz, amely attól érdekes, hogy itt még nyáron is hideget áraszt magából a kőzet, ezzel kapcsolatban el is végeztünk gyorsan egy kísérletet. Igen, tehát most egy tudományos kísérlet következik. Igen. Itt vagyunk a Szentgyörgyhegyen a Sárkány barlang mellett, amit úgy is hívnak, hogy jégbarlang, amit onnét kapta a nevét, ugye, hogy itt hidegebb. Hideg, és akkor most megmérjük itt a mennyi a hőmérséklet? Mondtam, 20 fok. Itt 20 fokot mér a hőmérő, és akkor most oda sétálunk. A Sárkány barlangban mennyi fok lesz? Megnézzük. Minuszra azért szerintem én nem számítok. Nem, de valószínűleg hidegebb lesz. Azért minusz az nem lesz. Na, és oda sétálunk, gyere, oda sétálunk. Itt már érezzük, hogy itt hidegebb. Hú, gyerek, de itt már nagyon hideg van. Itt tényleg hidegebb van. Na, gyere, besétálunk, ott menj oda, Levente, tehát. Gyerek, ez még nagyon hideg van. Itt érezhető, itt tényleg rossz hideg van. Hú, gyerekem, most már. Hú, itt azt a hideg, itt tényleg hideg van. Na. Akkor megmérjem? Na, és akkor mérj oda be. Mérj oda be, a hasadékba. A hasadékba mérjél be, Levente. Nézzük, mit fog mutatni. 1,6 fok. 1,6 fok, várjál. Engedd fel a ravaszt, engedd el. Csak így, és akkor megmutatjuk a kamerának. 1,5 fokot mutat itt a hasadékokból, ilyen hideg levegő jön. Ha, itt jó, természetes klíma. Tehát ez a jégbarlang... Ez meg itt hogy van, mert ott be is világítva mennyire. Igen. Itt kettő. Ott kettő. Négy. Hova? Hát be van omolva. Gyerek, itt... De tényleg, tehát érezhető, hogy hidegen van, és itt tényleg... Gyerek, ott azért, ott bevilágít. Ez tényleg durva, tényleg. Ez tényleg jégbarlang, és érezzük is, hogy jön a hideg kifelé. Na ez ám a légkondi. Ez tök jó. Itt figyelj, itt mérem, itt be is lehet látni. 1,8 körülbelül oda bevilágít. Hát nézzem, igen. Robot 1,8. Igen. Itt 1,8 fokot mutat. Gyerek, azért körülbelül nagyon jó. Azért durva. Így a nyáron ide kell hűsölni. Igen, meleged van, csak tudod milyen jó, akinek itt melege van abban a turistaházban, csak idejön és ide fekszik. Nagyon meleg lenne, akkor pedig tűzsárkány. Igen.